Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Kudórás, futpandás témával tértem vissza, ugye a névváltás az gyakorlatilag már megtörtént, és ugye akkor azt mondta a panda, hogy lesznek majd itt még változások. Tehát én úgy voltam vele, hogy most arról, hogy csak hogy fudorra lett a, vagy fudóra lesz a futpanda, erről nagyon videót nem kell csinálnom, hiszen az összes létező hírportál lehozta már cikkben, tehát nagyon nincs miről beszélni, amíg, amikor majd lesznek az újdonságok, amikor jönnek azok az újdonságok, amiket beígértek fúdóráig, na majd akkor foglalkozunk a témával. Itt is vannak egyébként a májusi fúdóra megújulással kapcsolatos sztorik négy pontban van foglalva itt a Panda Az elfogadási képernyő megújításáról van szó, besorolási mutatók és besorolási időszakok változásáról, Google térkép al alapú távolságdíjról és díjtávra módosításról, és az általános szerződési feltételekkel kapcsolatos bejegyzés van még itt. Elfogadási képernyő ugyanaz lesz, mint a voltnál, ugye, hogy amikor megkapod a címet, akkor látod azt, hogy hova kell vinni, és vagy elfogadod, vagy nem fogadod el, a címet, de nyilván ez majd súlyozva lesz neked a besorolásodban. Ugye a pandánál eleve úgy van, hogy van egy alapdíj, ami régen még óradíjnak hívtak, vagy órapérnek hívtak, van egy alapdíj, és gyakorlatilag a panda úgy gondolja, hogy én szerintem egyébként nem volt probléma nagyon azzal a rendszerrel, hogy amíg náluk vagy, nekik dolgozol, addig azt csinálod, ők, amit ők mondanak. Csak amikor már az alapdíjat levitték, hát azért az már annyira nem volt jó a a futárnak, tehát óránként 300 forintért mondjuk állni és malmozni, mert nincsen cím, az azért annyira nem buli. És akkor lépjünk tovább a besorlási útmutatókra. Itt van az, hogy jelen pillanatban hogyan számolja meg, mekkora az értéke, és hogy hogyan változik majd. Az útért lejjebb vitték, az órák száma az eddig se, nem, az eddig se számított, úgyhogy ezután se fog. A nósút no is lejjebb vitték, mondjuk a nósút, no azt nem tudom, hogy miért vitték lejjebb, én azt, én azt hagytam volna, hogyha valaki nem jelenik meg a műszakjában, akkor annak igenis legyen következménye, vagy hát komoly következménye. Vállalat és teljesített órák arányát azt feljebb vitték, az jobban fog számítani, kiszállítások száma az kevésbé fog számítani, 10 perc feletti késést az gyakorlatilag megszüntetik, speciális órák száma az 15, az maradt, elfogadási ráta az, az elég komolyat fog változni, tehát az, hogy azt 5-ről felemelték 30-ra, az, és akkor itt, vagy itt jön az ugye, hogy megteheted azt, hogy nem fogod adni a címet, de akkor tessék, az gyakorlatilag, hogy el nem fogadsz el egy címet, az vagy két címet nem fogadsz el, az biztos, hogy már egy csoportot buksz. És az aktív hetek száma nem változott. Úgyhogy ebből is látszik az, hogy hogy valahol ad, de valahol el is vesz. Én úgy gondolom egyébként, és ezzel régen úgy voltam, hogy amikor még aktívan futárkodtam, hogyha már ott vagyok és dolgozok, akkor szerintem de miért ne fogadnék el minden címet? Hát, öm, ezért vagyok ott. Jó, persze, nyilván az a szar címek, az igazán szar címeket nem szívesen fogadja el az ember, tehát akkor még nem láthatod, hogy szar cím. Most meg már ott van, láthatod azt, hogy az a cím az jó vagy nem. <kül> hát, ja, ez az egészre kapcsolatban egyébként nem tudom, szerintem megtörténet alatti olyan is, hogy most olyan zónákban, ahol eleve sok műszak van kíra, nézzük csak egy center, bár mondjuk jön a nyár most, meg tudom, hogy már azért a közelmúltban is voltak olyan helyzetek, vagy olyan, olyan időszakok, amikor kevesebb műszak volt kírva, akár egy olyan zónából is, mint a center zóna, tehát hogyha most egy biciklis futárnak az agyával gondolkodok, nem fogja elvinni a szar címet, inkább nem fogadja el, az a cí az átmegy egy másik futára, ő se fogadja, mert ő is azt mondja, hogy ezt nem viszi el, és akkor belragad a rendszerben egy cím, későn ér ki a megrendelőz, és ö, elégedetlenséget fog csak szülni, a, a futár meg azt fogja mondani, hogy hát jó, most visszacsúszok egy ö, csoportot, akkor is lesz műszakom, mert megoldom valahogyan. Google térkép alapú távolsági díj és díjtábla módosítás. Most a díjtábla módosításba nem fogok ö, belemenni, mert nagyon sok zóna van, nem is tudom már nagyon, hogy melyik zónában mi volt, úgyhogy nagyon nem tudom már, hogy összehasonlítani, vagy nincs összehasonlítási alapom. De az, hogy Google térkép alapján fogja számolni, és nem légvonalban, azért az egy nagyon jó dolog szerintem. És ennek tényleg van értelme. Itt van egyébként, hogy hogyan számolja meg, hogy mennyit ad. Ugye ez a legegyszerűbb táblázat, tehát a 500 méterig semmit, 500 és 1000 méter között, vagy 999 méter között 25 forint, láthatjátok. Ez, erre, ez, ezt nem kell megmagyarázni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy összességében ez egy jó dolog, ami történt most. Csak arra leszek majd kíváncsi, hogy, hogy az, amit most az előbb mondtam, hogy nem fogadják el majd a rossz címeket is bemarad a rend. A Voltnál előfordult ilyen, csak azért mondom, hogy a Voltnál azért elég gyakori, látom a csoportban, amikor valaki ilyen lescreenshotolta, hogy mínusz 60 perces címek, meg ilyenek. A Pandánál ez szerintem annyira nem volt gyakori, kíváncsi leszek, hogy ez utána az lesz-e. Vagy akkor azt mondják, hogyha ez ilyen gyakori, akkor lejjebb veszik a kiírt műszakok számát, és akkor majd kevésbé fogja a futár azt mondani, hogy jó, akkor, akkor nem viszem el, mert hát úgy, kevés a műszak, nem tehetem meg azt, hogy lejjebb soroljanak, úgyhogy elviszi a rosszabb címet is. Ennyit szerettem volna ebben a rövid videóban, ezzel kapcsolatban nyugodtan írjatok kommentet, írjátok le a véleményeteket, én köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!